Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Ballagás, Tolna megye szerte búcsúztak a végzős középiskolások. Elkezdődtek az érettségig, Tolna megyében 2317 diákat számolt a tudásáról. 400 milliós beruházás, logisztikai központ készül Nagymányokon. Majális, újra lehetett közösen szórakozni. Szombaton országszerte elballagtak a középiskolák végzős diákjai. Szekszárdon a déli agrár szakképzési centrum Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolától 114 tanuló búcsúzott el, a tolnai Szent István katolikus gimnáziumban pedig csaknem 60 fiatal. Sokak örömére az elmúlt két év kihagyás után az iskolák újra hagyományos formában tarthatták meg a jeles eseményt. Boldogan veszi át osztályfőnökétől a fokost és a tarisznyát a diák. Tolna megye szerte elballagtak a végzős középiskolások az elmúlt hétvégén. A tolnai Szent István katolikus gimnáziumtól két osztály búcsúzott. Én nagyon élveztem az itt eltöltött időt, szerencsére nagyon jó osztályom is volt, nagyon jó kis közösséget alakítottunk ki, úgyhogy én nagyon élveztem az itt eltöltött időt. Novotné Bán Erzsébet, az iskola igazgatója azt mondja, nagy öröm volt a szülők, a családtagok és természetesen a diákok számára is, hogy a járványhelyzet idén már lehetővé tette, hogy együtt ünnepeljenek, hiszen két évig erre nem volt lehetőségük. Hát valamivel könnyebb volt már ez a tanév, bár a második fél évben volt egy olyan időszak, amikor nagyon-nagyon sokan voltak betegek egyszerre. Volt úgy, hogy egy osztályban tizen ültek, többiek otthon voltak, betegek voltak, és hát sajnos volt egy olyan hét, egy-két hét, amikor a kollégáknak is több, mint a fele beteg volt, úgyhogy azért ez is egy meglehetősen nehéz időszak volt, de hát talán lassan visszarázottak a gyerekek ebbe a jelenléti oktatásba. Lehet elmegyek, te itt leszek, a lábnyomomban jársz. Szekszárdon a déli agrár szakképzési centrum Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolában az előadásokat és a köszöntéseket követően a kiemelkedő tanulmányi és verseny eredményeket elért diákokat jutalmazta az intézmény. Az ágazat kiváló tanulója díjat hárman vehették át, egyikük Bedi Bianca, mezőgazdasági technikus tanuló volt. A jövőmet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen tervezem folytatni Gödöllön. Mezőgazdasági mérnök alapszakra jelentkeztem, valószínű fel is fognak venni, úgyhogy ott fogok tovább tanulni. Az eseményen Gyurkovics János alpolgármester is jelen volt. Egy nagyon-nagyon színvonalas ballagási ünnepségen vagyunk túl, és örülünk annak nagyon, hogy nagyon szép eredményeket értek el a diákok itt az itt eltöltött időszak alatt. Hát természetesen itt a létszám és a vendégek számából adódóan is megállapítható, hogy ezért ez még mindig nagy ünnep a városban, a családok számára, a diákok számára is. A déli agrár szakképzési centrum Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolából 114 tanuló ballagott el. 2183 új koronavírus megbetegedést igazoltak az elmúlt három napban idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.903.200 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.266 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, az aktív fertőzöttek már csak 48.873-an vannak. 1310 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 58 újabb fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 40.168-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Hétfőn a magyarral elkezdődtek az idei írásbeli érettségig. A hét első napján középszinten adtak számot tudásukról a diákok. Szabó Magda novella elemzése volt az egyik legnépszerűbb feladat. Tolna megyében a következő napokban 2317 diák érettségizik. Ide a táskát, azt meg minden távolabb próbálnak attól elhelyezni.
A kezdés előtti utolsó eligazítás zajlott nem sokkal reggel 9 óra előtt a Szekszárdi Garai János gimnáziumban. Itt hétfőn 117 diák kezdte meg az idei írásbeli érettségi szezont. A tanulóknak 4 óra alatt elsőként egy szövegértési és alkotási feladatot kellett megoldaniuk, ezt követően pedig szövegelemzést végeztek. A Noel elemzés lesz a legnehezebb, de nagyon nem tudom, hogy mi lesz a téma. Bal felső sarok. A diákoknak legfeljebb 4 órán keresztül folyamatosan koncentrálniuk kellett, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból, ehhez sokan édességet vagy szőlőt cukrot vettek igénybe. Rengeteg csokoládéval készültem, mert úgy érzem, én ebben látom az erőt. Az országban 1162 helyszínen több mint 114.700-an adnak számot tudásukról a következő napokban, közülük 2317-en Tolna megyében. Szekszárdon volt olyan diák, aki kabalát is hozott az írásbeli érettségi első napjára. Hoztam egy kis képet a családomról, egy ilyen polaroid képet, és a volt osztályfőnökünk csinált nekünk ilyen kis szerencsecsomagot, úgyhogy azt is elhoztam. Idén a szövegértési feladat egy 1999-ben kiadott szótár egy részletére épült. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola diákjai azt mondták, a vizsgát viszonylag könnyen meg tudták oldani. Nem voltak olyan nehezek, de ment. A szövegalkotási részben két feladat közül választhattak a diákok, vagy írtak egy érvelést az iskolai memoriterekről, vagy pedig egy hozzászólást fogalmazhattak meg diákönkormányzati képviselőként osztálykirándulásukról. A szövegalkotási feladatban a tanulók idén Szabó Magda novelláról írhattak esszét, de elemezhettek ismert Janusz Pannonius költeményt, vagy egy Juhász Gyula verset. A legnépszerűbb, mint minden évben, most is a novella volt. A szekszárdi iskola igazgatója azt mondja, a diákok örülhettek a feladatoknak, mert azokat, ha valaki jól felkészült, nem volt nehéz megoldani. Kíváncsian várom a diákoknak az érzéseit, véleményét, hogy sikerült. Arra biztattuk őket, hogy bátran írjanak, mindenhova írjanak, és ez a látszott is ezen a feladatlapon, hogy kíváncsi a diákoknak a véleményére. Tamásiban is azt mondták a diákok, hogy az idei feladatsor nem volt különösebben nehéz. Én igazából a novellelemzést választottam, mert hát azt is gyakoroltuk be leginkább a 5 év alatt, és úgy gondoltam, elolvastam mind a kettőt, és úgy gondoltam, hogy ebből tudnék többet írni és jobban megfogalmazni a gondolataimat. Az írásbeli érettségi vizsgák kedden a matematika középszintű feladatsorral folytatódnak. Teljesen megújult Nagymányokon az állomás melletti volt vasúti terület. Az önkormányzat több mint 400 millió forintos beruházás keretén belül végzett helyreállító munkálatokat a területen. A városközpont így még rendezettebb képet mutat majd. Barnamezős beruházás keretén belül sikerült a Nagymányoki önkormányzatnak megvásárolnia és felújítani egy korábban lepusztult, elhanyagolt területet. Még 2018-ban nyert a település 415 millió forintot a terület és település fejlesztési operatív programban. Sikerült felújítani ezt az irodaépületet, illetve a műhelyeket, és a területnek a rekonstrukciója is majdnem készen van már, az átadása valamikor az őszre várható. Teljesen megújult az egykori iroda és műhelycsarnok épülete, beszerzésre került egy korszerű mérlegrendszer, valamint zúzott és térköves parkolót alakítottak ki. Minden kész van arra, hogy logisztikai központként tudjon funkcionálni. Még egy kis munkánk viszonylag határidőt is kell hosszabbítanunk, hiszen az időjárás miatt a zöldítést télen át nem tudtuk megcsinálni, mert se csapadék, semmit, tehát száraz volt, úgyhogy most van tereprendezés, füvesítés, a fákat azért el tudtuk ültetni. Ezeknek a nyári locsolása, öntözés, hogy azért szeptemberre tudjuk produkálni, hogy minden megerett, meg minden szép. A polgármester hozzátette, hogy a központ egy közel 1000 főt foglalkoztató új iparterület mellett fekszik, valamint a városhoz közeli kőbánya is hamarosan újra elkezdi a kitermelést. A jó idő kedvezett egy szintén Nagymányokon megrendezett eseménynek is, a lőegylet tartott majálist a nemrég elkészült piactér területén. A város más civil egyesületek részlételével létrejött közösségi eseményen átadásra került egy Magyar Falu program keretén belül vásárolt kis busz. 2022 teljes első negyedévét követően áprilisban is jóval kedvezőbben alakult a regisztrált álláskeresők száma, mint 2010 óta az azonos hónapokban bármikor, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
Egy hónap alatt közel 10 000-rel csökkent az álláskeresők száma. A közlemény szerint a jelenlegi kevesebb, mint 242 000 főnél tavaly áprilisban 46 000-rel, 2020 negyedik hónapjában pedig közel 90 000-rel voltak többen az álláskeresők. Az elmúlt évtized eleje óta a munkaalapú gazdaság sikeres kiépítésével 1 millió új munkahely létesült Magyarországon, a munkanélküliségi ráta a harmadára zsugorodott. A járványügyi szabályok enyhítése után az idei majális volt az első olyan esemény, melyre nagyszabású programot állíthatott össze a Babits Mihály Kulturális Központ. Az idei program sorozat a retro jegyében zajlott. A május 1-től még sokaknak a felvonulás, a sör és a virsli jut eszébe. Bár ezek az idők elmúltak, az, hogy az emberek összejöjjenek és jól érezzék magukat a Covid-járvány bezártságra ítélő időszaka után, igazi felüdülést jelentett. A kilátogatók is azt fogalmazták meg, szükség van a közösségi rendezvényekre. Elég sokat jártunk ki annak idején, úgyhogy meg most az unokákkal, meg gyerekekkel, és köszönjük szépen, most jó itt. Volt, aki szerint az emberek viszonya is átalakult az elmúlt időkben. Kicsit másabb hangulat volt, én úgy érzem. Igen. Közvetlenebbek voltak az emberek, nem volt ekkora távolságtartás, mint manapság. És most nem a pandémiára gondolok. Kicsit az emberi közvetlenség, ez még hiányzik, én úgy gondolom. Bár a családokban még szó esik ilyenkor a felvonulós virslis sörözős időszakról, de ez a mai fiataloknak nem sokat jelent. Néznek, hogy mik voltak a régi időkben. Hello. 1, 2, 3, igazából 4, 5-ös. Nem tudják elképzelni, mert ők ma más világba születtek. A Babits Mihály Kulturális Központ az idei programot a retro jegyében szervezte. Berlinger Attila igazgató azt mondta, az idei majálissal a közösségi élet újraszervezésének első lépését tették meg. Civil egyesületek, szervezetek, akik örömmel találkoznak egy ilyen eseményen, hasonlóan, ahogy 30 éve, 40 éve is volt, jöjjenek ki újra ide a szabadtére, főzzenek együtt közösen, töltsék együtt el ezt a szép napot, vegyenek részt a gyerekek kézműves foglalkozásokon, vehessenek egy vattacukrot, ringlispilezzenek egyet, dodzsemezzenek egyet. Én azt gondolom, nagy szükség van ezekre a igazi szabadtéri, örömteli programokra, ahol a családok is találkozhatnak végre. A retro majális hangulatát olyan rendezvények tették hangulatossá, mint a veterán autók találkozója, vagy az egykori szexárdi sikerzenekar, a Derby koncertje. Idén már 10. alkalommal valósul meg Magyarország legnagyobb és egyre népszerűbb hulladékgyűjtő eseménye, a Teszed. Az akció keretében május 2-től 8-ig több mint 1000 találkozási ponton gyűjtik az elhagyott hulladékot az önkéntesek, jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaságfejlesztésért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára hétfőn. A kormány kiemelt célja az illegális hulladékkal szennyezett területek felszámolása, a klíma- és természetvédelmi akciótervben foglaltak szerint, hiszen mindannyian tiszta környezetet, tisztább országot szeretnénk. Steiner Attila a közleményben hangsúlyozta, hogy a Teszed a környezettudatos gondolkodást, a lakossági szelektív hulladékgyűjtés elterjedésének erősítését és az erre irányuló széleskörű társadalmi szemléletformálást is népszerűsíti. Rajzpályázatot hirdetett a Tolna megyei rendőrfőkapitányság a Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzattal karöltve. A hátrányos helyzetű diákok 4 témakörben készíthették el pályamunkáikat, 5 fős zsűri értékelte az alkotásokat. 10 fiatal munkája bizonyult a legjobbnak, ők a Tamási rendőrkapitányságon vehették át díjaikat. A Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzat és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja írt ki rajzpályázatot hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekek számára. A diákoknak környezetvédelem, állatvédelem, az internet veszélyei és a vagyonvédelem témakörben volt lehetőségük elkészíteni pályaműveiket. Több mint 200 rajz érkezett, amiket egy 5 tagú bizottság bírált el. Ennek a bizottságnak a vezetője egy festőművész rajztanár volt, ő képviselte a szakmát. Azt kell mondanom, hogy mindegyik rajzon látszott, hogy a gyerekek sokat foglalkoztak vele, és sok munkát fektettek ebbe a pályázatba. Ugyanakkor ez mégiscsak egy verseny volt, választanunk kellett közülük, választottunk is.
ahogy mondtam, elsőtől negyedik osztályig elsőtől harmadik helyzetet választottunk, és ugyanígy volt a felső tagozatban, illetve mindegyik kategóriába külön díjast választottunk, és a győztes gyerekek ajándékutalványban részesültek. A legjobbnak ítélt munkák készítői a Tamási rendőrkapitányságon vehették át díjaikat, ahol az országos és a Tolna megyei roma önkormányzat tagja Pongó Ignác elmondta, ez az együttműködés a rendőrséggel már 20 éves múltra tekint vissza. Annak idején Kuti kapitány úrral, a Tamási rendőrkapitányság vezetőjével kötöttük mi ezt, és ez ebből alakult ki egy egész megyei együttműködési megállapodás, és ez nem csak arról szól, hogy focizzunk együtt, beszélgessünk együtt, különböző közös rendezvényeket csináljunk, hanem ez szerteágazó dolgokat takar magával. Ezúttal 10 tehetséges diák vehette át a jól megérdemelt jutalmát Tamásiban. A jövőben is kiemelt feladatként kezdedik, hogy amikor csak lehet, a hátrányos helyzetű diákokat is bevonják, esetleg az ő szemszögükből lássanak egy-egy megnevezett témát. A szekszárdi Szemerei Levente nyerte meg a vasárnap kora este megrendezett 10.000 méteres országos bajnokságot. A Tolna megyei sportoló sima győzelmet aratva több mint 15 másodperccel előzte meg a második befutót, a pécsi Lomb Ádámot. Szemerei ezzel másodszor védte meg a 10.000 méteres bajnoki címét. Regionális híreink következnek. Tovább fejlődnek a baranyai kistelepülések, közel 4 milliárd jut a megyében a Magyar Falu programból. Kortalan tekerés, több százan kerékpároztak Kaposvár főterén. 12 órás iskolai verseny Vásáros Dombon, 13. alkalommal tartottak maratoni mindentudót. Több mint 3,8 milliárd forint értékben nyertek támogatást baranyai települések a Magyar Falu program keretein belül. Az idei pályázat eredményeit nemrég hirdette ki a kormány. A legnépszerűbb beruházások az utak, hidak felújítása, de játszóterek is megújulnak majd, illetve falubusz is beszerezhető az összegekből. Jó hírt kaptak a baranyai települések, ugyanis áprilisban kihirdette a kormány a Magyar Falu program idei pályázati felhívásának eredményeit. A baranyai települések több mint 3,8 milliárd forint értékben nyertek támogatást. Megyénkből több mint 250 sikeres pályázatot támogattak, melynek köszönhetően folytatódhatnak a falvak fejlesztései. A legtöbb támogatást azok a pályázatok kapták, amelyekre a legnagyobb mindenhol az igény, az útfelújításra, illetve hidak felújítására. Nagyon fontos pályázati kiírásról van szó, hiszen 2018-ban indult el Magyarországon a Magyar Falu program. Ez egy teljesen magyar forrásból finanszírozásra kerülő program. Jelen pillanatban azt lehet elmondani, hogy a 2022-es költségvetési év forrásait választások után kiosztotta a kormányzat. Tulajdonképpen épületfelújítás, óvodafelújítás, játszóterek építése, útfelújításra, kisbuszbeszerzésre lehetett pályázni. Talán ezek a legfontosabbak, legnépszerűbb pályázati források, és Baranya megyében több milliárd forintot osztott szét így a magyar kormány. Ennek köszönhetően megyénk 48 településén újulhatnak meg önkormányzati utak, de emellett játszóteret 18 község önkormányzata építhet vagy újíthatja fel a meglévőt, 25 település kommunális eszközbeszerzésre kapott támogatást, új falubuszt 22 község önkormányzata szerezhet be, járdafelújítás anyagtámogatására pedig szintén 22 falu nyert kisebb-nagyobb összegeket. A Magyar Falu program eddig elbírált 13 pályázatán országosan 61,5 milliárd forintnyi támogatást került a falvakhoz. Az út, utca, kerékpárút felújításhoz kapcsolódva idéntől csapadékvíz elvezető árkok kialakítására, fejlesztésére is lehetett pályázni, továbbá külső közösségi terek kialakítására és fejlesztésére. 2019 óta összesen 27 ezer nyertes pályázatot hirdettek ki, amelyekre több mint 300 milliárd forintot biztosított a kormány. Több mint 100-an tekertek Kaposvár belvárosában, ahol 17 spinning bringát állítottak fel. A résztvevők összesen 3410 kilométert kerékpároztak. Az indulók között tűzoltók, nagymamák, diákok és hivatali dolgozók is voltak. Spinning bringásokkal népesült be csütörtökön a Kossuth tér. A résztvevők a Giro távját tekerték le együtt. Hát szerintem nagyon jó kezdeményezés. Tűzoltók vagyunk, sportolunk. Nálunk is majdnem mindenki sportember, ezért úgy gondoltam, hogy jó, hogyha részt veszünk egy ilyen rendezvényen.
A programra számos csapat nevezett. A tűzoltók mellett katonák, sportiskolások, sőt még a nagycsaládosok Kaposvári Egyesületének dolgozói is nyerekbe pattantak. Hát ilyen égen spinningeltem, csak az utóbbi időben abba hagytam, és gondoltam, ez egy jó alkalom, hogy kipróbáljam, és szerveződött egy csapat a nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete részéről, és ide beszálltunk. A Kossuth téren felállított visszaszámlálóról Hollósi Tibor, a Kométa 99 ZRT ügyvezető helyettese vágta le a rajtig hátralévő napot. Ezt követően egy emléktáblát is avattak a sportesemény tiszteletére. Május 8-án vasárnap várhatóan 12 óra 20-kor indul majd a mezőny a kaposvári Kossuth térről, hogy a városban körülbelül 5 kilométeres útvonalon lassan haladva elinduljon a Balatonfüredi napi célba. Maratoni minden tudó címmel szervezett iskolák közötti csapatversenyt a Vásáros Dombói Általános Iskola. Az egyedülálló megmérettetés reggel 8 órától este 8-ig tartott. 8 iskola jelentkezett csapatával Baranya és Tolna megyéből. A tanári kar zenés bemutatójával kezdődött a 13. maratoni minden tudó ma reggel. Vásárosdombon minden évben más tematika köré szerveznek csapatversenyt az általános iskolában. Mint megtudtuk, szerencsés helyzetben vannak, mert aránylag fiatal a tantestület, hatalmas lendülettel végzik munkájukat, így egy színvonalas és a gyerekek számára végig érdekes vetélkedőt sikerült létrehozniuk. Schumann Norbert igazgató elmondta, hogy legtöbbször pályázat biztosít forrást, idén a tankerület segített az alapanyagok megvásárlásában. Az egész napos eseményen sok állomáson mennek végig a diákok. A falu több pontján kihelyeztünk különböző állomásokat balatoni helység jelekkel, ahol különböző feladatokat kell majd megoldaniuk. Ezek lesznek logikai, sport, ügyességi feladatok, lesz vattacukorevés, homokvárépítés, medencében kagylókeresés, kagylógyűjtés, tehát mindenféle, ami a Balaton hangulatát idézi, hasonló feladatok lesznek. A komolyabb földrajzi, történelmi, irodalmi vonatkozáson túl a filmművészet, képzőművészet, zene, tánc, divat is helyet kapott a programban. Érkeztek iskolás csoportok Sástról, Dombóvárról, Mágocsról, Abaligetről, Mincentgodisáról és Szászváról is a Vásáros Dombói versenyre. Idén téma a Balaton volt, a témát igyekeztek minden lehetséges oldalról megközelíteni az éves felkészülés során. Ez a 13. rendezvény a maratoni mindentudónak. A Covid-járvány miatt most elmaradt az utóbbi években kettő. Nagyon vártuk újra a versenyzőket és a kísérő tanárokat, a vendégeinket is, és ők is várták már a versenyt. A rendezvény az iskola életét a tanév kezdetétől majdnem a végéig átszövi. Minden évben már októbertől dolgozik 20 pedagógus, és az őket segítő szintén 18-20 fős csapat a tematika kiválasztásától, a feladatok kidolgozásán át, a helyszínek megvalósításáig és a rendezvény lebonyolításáig. Amikor ezt mi elkezdtük, akkor egy olyan rendezvényt szerettünk volna, ami úgy máshol nincs, ami kicsit különlegesebb, mint a többi verseny. Nem igazán tanulmányi versenyt szerettünk volna, mert abból sok van. Ráadásul a mi közegünkben nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek van, akik nem elsősorban a tanulás terén tudnak kiemelkedni, főleg inkább sportban, zenében, művészetekben. A verseny színvonalát mutatja, hogy a megyéből egyre több iskola jelezte részvételi szándékát. A szervezők a hely korlátozottsága miatt kell, hogy 9 csapatban maximalizálják a létszámot, de szívesen segítenek más iskoláknak abban, hogy megrendezzék a versenyt, így lehet majd később más városban is maratoni mindentudó. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Ballagás, Tolna megye szerte búcsúztak a végzős középiskolások. Elkezdődtek az érettségig, Tolna megyében 2317 diákat számolt a tudásáról. 400 milliós beruházás, logisztikai központ készül Nagymányokon. Majális, újra lehetett közösen szórakozni. Kedden is füllett enyhe idő lesz, sok felhővel. A délelőtt első felében kisebb, majd egyre növekvő eséllyel elszórtan sokfelé alakulhat ki záporeső. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, éjszaka változó, szakadozott felhőzet lesz jellemző. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket.
Ha látnak valamit, ami önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!